A Művészetek Háza kulturális programszervező szerepe ezentúl megszűnik, a továbbiakban kizárólag a turisztikai marketinggel kapcsolatos feladatokat látja el. A szervezeti átalakítás során a vár átveszi többek között a Zsinagóga Galéria feladatait, a Végvári Vigasságokkal együtt szervezi majd a Történelmi Vigasságokat, folytatja a múzeumpedagógiai pályázatokat is. Az EGRI Kulturális és Művészeti Központhoz kerülnek többek között a Szépasszonyvölgyi programok, az EGRI Advent megszervezése, a Vitkovics Ház működtetése, melyet alkotóházzá művészteleppé alakítanak. A Művészetek Háza kulturális művészeti kiállítói tevékenységével beváltotta hozzáfűzött eredményeket, ugyanakkor a turisztikai marketinges feladatait nem tudta megfelelően ellátni, mert összekeveredtek a szolgáltatói, illetve a szolgáltatás közvetítői szerepei. Rázsi Botond hozzátette, a döntést szakmai okok vezérelték. Egyrészt az a cél, hogy Eger turisztikai marketingje hatékonyabb legyen, másrészt a három kulturális intézmény, a könyvtár, a vár és az EKMK összefogásával, szervezeti és szakmai együttműködésével a város kulturális élete szervezettebbé váljon. Kovács Katalin, az EKMK igazgatója, az intézményért változások és a Gárdonyi év kapcsán elmondta, nagyon sok feladat vár rájuk, ezek egyike lesz az Eger kis csillagai című darab felélesztése. Nagyon nagy tervünk, hogy megvalósítjuk újra az Eger kis csillagai című történelmi musicalt, amelyet Huzella Péter és Zalán Tibor alkottak 12 évvel ezelőtt. A korábban felére rövidített darabot most egészében szeretnék bemutatni Vencel Valentin rendezésében. A főbb szerepekre Sasvári Sándort és Herceg Flórát kérték fel. A sajtótájékoztatón a tavaszi programkínálatot is ismertették az EKMK szakemberei, mely szerint többek között húsvéti vigalommal, kortárs képzőművészek kiállításaival, zenei és ifjúsági programokkal várják a közönséget.